Kató Istvánnal beszélgettünk, a komáromi baptista gyülekezet, mondhatom így, egyik legaktívabb tagjával a cipősdoboz akció kapcsán. Mi is ez a kezdeményezés, honnan indult? A baptista szeretett szolgálat hozta létre ezt a kezdeményezést, már azt hiszem, vagy 15 éve működik. A dolognak a lényege, hogy belepréselünk egy cipősdobozba annyi szeretetet, amennyit csak tudunk, tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ajándékokat korosztálynak megfelelően teszünk dobozba, és továbbítjuk egy gyűjtőpontra, ahol el fog ez jutni azokhoz a gyermekekhez, akik erre rászorulnak. Gyakorlatilag a gyűjtőpont központja az Budapesten van, de minden településen szinte vannak ilyen gyűjtőpontok, így Komáromban is. Már folyik ez a tevékenység? Hát 30-ával indult az országos kampány, mi 7-ével kezdünk el dobozt gyűjteni, 2 hét van arra nekünk, hogy összegyűjtsük az adományokat, tehát 7-től 18-ig, ez munkanapokon este 5-től 6 óráig van ez a gyűjtés, a helyszín pedig a baptista imaház a Mártirok út 39-ben. Mi az, amit be lehet tenni ebbe a cipős dobozba? Minden, ami egy adott korosztályú gyermeknek hasznos lehet, színező, ajándék, ruhadarab, játék, némi édesség, esetleg egy képeslap, olyan dolog, ami személytől személyig, tehát valami olyan érzelmet tud kiváltani, hogy igen, ezt én adom neked. Ilyen gyermekrajzokat találtunk már dobozokban, tehát egy nagyon jó dolog ez így. Mi az, ami ne kerüljön bele a dobozba? Olyan élelmiszer, ami esetleg romlandó, tehát ugye azért ennek a doboznak van egy parkolási ideje, és ha ez idő alatt megromlik, akkor céltéveszt ez a dolog, tehát nem tudjuk akkor ezt hasznosítani. Ami ne kerüljön bele, olyan tartalmú könyv, ami kisgyermek kezébe nem való, tehát azért válogassuk meg ilyen módon az ajándékoknak a lehetőségét. Olyan játék, olyan bármilyen tárgy kerüljön bele, amit szívesen kapnánk mi is, vagy szívesen vennénk, hogyha a gyermekünk kapna ilyet. Tehát a leestrapált játék az nem biztos, hogy bele kell kerüljön egy ilyen dobozba. A cipősdoboz.hu oldalon van egy fül, ahol az online adakozásnak a lehetősége van, tehát valamekkora összeget felajánl, és ezt a budapesti munkatársak készítik össze ezeket a dobozokat. Könyváruház, játékáruháznak a adományaiból jönnek ezek össze, illetve ennek az értéknek megfelelően kerülnek összeállításra dobozok. Most a járvány idején, hogyha valakiben egy parányi félelem is van, de adakozási kedv az van, akkor ezt a online adakozás lehetőségét szeretnénk ajánlani. Hova jutnak el ezek ezt a dobozok, aztán maradnak Magyarországon, illetve külföldön, milyen gyermekeken, illetve rá szorulókon segítünk ezzel? Nagyon sokféle megoldás van. Vannak közösségek, akik helyben a saját területükön osztják ki ezeket a dobozokat rászoruló családok részére. Vannak közösségek, akik tehát annyi gyűlik össze, hogy tudnak külföldre is küldeni ezekből a dobozokból. Itt Magyarországon, tehát a saját példánk az a tavalyi év volt, amikor egy szabolcsi kisfaluba Rétközberencsre vittünk 100-valahány dobozt. Volt 2 évvel korábban, amikor mi magunk osztottuk ki, 70-valahány gyermek kapott akkori cipős dobozt. Mi a feladatom nekem? Tehát, hogyha elkészítem a belevaló dolgokat, összeállítok mondjuk 2-3 ilyen cipős dobozt, le kell zárni, esetleg föl kell címkézni, hogy fiúnak, lánynak szálljuk korosztályt, hogy milyen korosztálynak szálljuk. Rá kell írni, hogy milyen korú gyermeknek szánják. Érdemes ezt a dobozt szépen ízlésesen becsomagolni, ugyanakkor a kinyitásnak a lehetőségét jó biztosítani, mert igen, szükségszerű, hogy ellenőrizzük ezeknek a dobozoknak a tartalmát. Sajnos a tapasztalat az, hogy adott esetben ki kellett válogatni ezeknek a dobozoknak a tartalmát, mert nem lehetett ezt továbbadni. Nem ez a jellemző, de szükséges ellenőrizni ezeket. Tehát elkészült a doboz, benne van minden, ami kell, megvan a korosztály, hogy milyen korú gyermeknek szeretnénk ezt adni, el kell vinni a gyűjtőpontra, tehát ez itt Komáromban jelen pillanatban egy gyűjtőpont lesz a baptista gyülekezetnek az épületébe. Mi a tapasztalat egyébként Komáromban? Adakozókedvűek az emberek? Jó a tapasztalat. Volt olyan, amikor cégek lendültek be, és igaz az utolsó pillanatban, de megérkeztek. Egyen csomagolásba, egyszínű csomagolásba fellogózva ezek a dobozok, és nagyon értékes tartalommal bírtak. Kis cégről van szó, és
ideállítottak 100-valahány dobozzal. Ez korábbi éveknek a tapasztalata. Általában az a tapasztalata, hogy olyan korú gyermeknek hoznak csomagot, ajándékot, amilyen korú gyermek van a családban. És igen, van adakozási kedv Komáromban is. Jönnek visszajelzések egyébként azoktól, akiknek kijutnak ezek a dobozok? A tavalyiról tudnék beszélni, ahol jelen voltunk dobozoknak a kiosztásán is. Ez ott egy ünnepség keretében történt, és nagyon sok, többségében roma gyerekek voltak. Az leírhatatlan az az öröm, amit lehetett tapasztalni. Tehát az egy nagyon jó élmény volt nekünk is, akik ott voltunk ezen a rendezvényen. Kívánjuk, hogy idén is szerezzünk minél több örömet minél több gyereknek, és köszönjük szépen!